Sok szeretettel köszöntünk itt mindenkit Bicskén a Kossuth téren, a harmadik Kordisz Fesztiválon, a Keresztény Könnyűzenei Ifjúsági Fesztiválunkon. Délelőtt folyamán átélhettük a Jóistennek azon kegyelmeit, hogy az ökumenizmusban mekkora kincseket is mutat meg nekünk. Velünk voltak a baptista testvéreink Bicskéről, Alcsút dobozról a református testvéreink, dicsőítették velünk együtt az Urat. Senki olyan, mint te, minden napon magasztalom, a te szereteted nagy voltát. Jézus ma is megtapasztalható. És Jézus azért halt meg a kereszten, hogy mi bűneinket megbocsássam, hogy utat készítsen a mennybe, az Atyához, hogy egy napon mi is a bűneinktől megszabadulva találkozunk fenn a mennybe Jézussal, és már ma megtapasztaljuk Jézus szeretetét. Hisz ő azért jött, hogy megkeressen bennünket. Ő azért ment el Jerikóba, hogy találkozzon Zákeussal, hogy találkozzon Mátéval. És ma azért jön Jézus, hogy találkozzon velünk. Bicske számomra egy kedves hely, amire mindig örömmel térek vissza. Valójában Bicske plébániához tartozott valamikor Alcsút és Felcsút. És Alcsúton a 80-as években egy verbita atya szolgált, Szelei György. Én akkoriban fiatal egyetemista voltam, aki ingáztam Lengyelország és Jugoszlávia között, és akkoriban még vonattal mentem, nagyon jó összeköttetések voltak, igaz, tartott egy kis hosszabb ideig, de azóta az előnye, hogy Pesten, ha leszálltam, akkor át tudtam jönni szépen. Szelei atya kijött a Keletibe, elhozott a plébániára, 2-3 napig itt voltam vele, így ismertem meg a magyar verbiktákat akkor, amikor még hivatalosan nem is volt szabad működniük. Közösségünk magyar alapítású, és most ünnepli 34. születésnapját. Főleg, hát illetve csak Borsodabaúj Zemplén megyébe vagyunk, és én most az Arlói házunkból jöttem, ez Ózd mellett van, és ott tevékenykedik az előbb említett Elfogadlak alapítvány is. Ez a környék, ez hajdanán egy virágzó bányavidék volt, de rendszerváltás után, amikor sorral zárták be a gyárakat, bányákat, akkor sajnos nagyon sok ember maradt munkanélkül, és nagyon hamar így mély szegénységbe így lezuhantak. A közösségünk 30 éve van ott jelen, és az a missziónk, hogy ezeknek az embereknek próbálunk segíteni. A délután folyamán már a nagyobb zenekaroké a színpad. Én is két színpaddal készültünk, mint tavaly. Mögöttem az Igazság színpadán már az Egykor zenekar készülődik. Ők az MKK Műszaki Katolikus Közösségnek, a zenekarának egy olyan állandó csapata, akik már több mint egy éve szolgálják az Urat ebben a formációban, és viszik az evangélium örömhírét szerte az országban.
Ezt követi majd a nagy színpadon a 3-in-1 zenekar. Ők mondhatni hazajönnek, nem csak azért, mert már másodjára jönnek Bicskére, hanem azért, mert ők is a Szent Háromság plébániáról érkeznek, Káposztás megyéről. Jobb, ha nem tud rólad senki semmit, nem figyelnek rá. A küzdés napról napra szétszakít, mert nem bírod tovább. Az élet fény hívogat, addig még el nem éred azt. Aminél hitted nincs nagyobb, azzal is altattad magad. Elbújok, elmegyek, a kísértés úgy kergetne már. Ne lássak mást, csak ezt. Házam, nőm, gyermekem, mi vár? Elbújok, elmegyek, a kísértés úgy kergetne már. Házam, nőm, gyermekem, a mennyet még ez sem tölti. Most a jubileumi évben vagyunk itt Bicskén, 250 éves a templomunk és 300 éves a plébánia, így egy ünnepi programsorozattal készültünk. Szerveztünk egész jubileumi keretében nagyon sok programot. A Bozsinka család programja is volt, akik itt nem származnak, aztán nemzetközi kulturális este. És igazából ennek a végén egy ilyen kis koronája is a harmadik Kordis Fesztivál, amelyben akarunk igazából hálát adni, hogy a keresztény és a katolikus közösség így működik, és működni fog tovább, mert hála Istennek vannak fiatalok és idősek, akik elkötelezték magunkat a közösség mellett. Én itt ismertem meg ezt a Kordis Fesztivált. Én nagyon jó dolognak tartom, ugyanis ez egy olyan új dimenziót vagy arculatot ad a katolikus jelenlétnek, ami gondolom, hogy előtte, ha volt is, de nem ilyen kifejezett formában. Ehhez még hozzájön, hogy Verbita atyák elég színesek, és így most tényleg a bőrszínre is gondoltam, amely nem negatív értelemben, hanem nagyon pozitív értelemben, és ezzel egy teljesen új lelkületet hoztak magukkal. Tehát nem az a klasszikus plébánosi lelkület van itt, hanem inkább az az életkedvre, nyílás, nagyobb szabadság. Én ezt nagyon szeretném, én ugyancsak Isten kegyelmével pár évet Ázsiában töltöttem, mint missziós, és ott ismertem meg az egyház ezen arculatát, amely katolikus, de más. Köszöntünk most téged itt az oltári szentségben. Eljöttünk hozzád azért, hogy egy kicsit beszélgessünk veled arról, milyen nagy tettet tettél értünk. Eljöttünk ide hálát adni azért, hogy megváltottál bennünket, és azért, hogy kifejezzük neked ezt a hálát. Szeretnénk megmutatni, milyen örömmel tölt el az, hogy tudomásul vesszük, hogy meghaltál értünk és feltámadtál. Szeretnénk megmutatni most neked, hogy szeretünk, és szeretnénk megfogadni a te jelenlétedben, hogy ezt a szeretetet, ezt az örömet, amit most élünk,
ezt az embertársaink felé is szeretnénk tükrözni. Az egy év során, amíg készültünk, szépen lassan gyűltek újabb barátaink, újabb partnereink, volt, aki önként jelentkezett, mint például a Mécs közösség, és volt olyan, akikre mi találtunk rá. Remélem, hogy ez a mai nap egy kegyelmekben gazdag program lesz, és egy kegyelmekben gazdag élmény mindenkinek. A kis színpadon, mely az Élet nevet viseli, Boros Lajos tanúságtétele lesz délután. 30 évet töltött majdnem börtönben, tolvajlások, rablások miatt. Mára már megtért, és az igét hirdet egy baptista gyülekezetben. Sokszor érzem összeruskodó, többé nem lesznek jó és szép napok. Nem süt rám napsugár, nem lesz többé tél se nyár, lelkem terhében egyedül vagyok. Éjszakák törnek rám, és én úgy érzem, megfojt a magán. Én úgy döntöttem 15 évesen, akkor már édesanyám elvált, hogy én nekem kellene a pénz, mert a baráti társaságom az néhány évvel idősebbekből is állt, és nekik mindig volt pénzük, nekem meg nem volt pénzem. És a 70-es években a sörkerteknek a világába úgy én nekem is úgy viszketett a zsebem meg a kezem, hogy kellett volna. És a Szentírásnak van egy olyan igéje, hogy a rossz társaság megrontja a jó erkölcsöt. Ezzel nem azt mondom, hogy valaki vitt engemet bele a bűnbe, de az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az ember beszéde az olyan erővel tud bírni, azt mondja a Szentírás, hogy élet és halál van a nyelv hatalmába, amelyiket szeretjük, annak a gyümölcsét esszük. És amikor valaki romantikázik a bűnről, és úgy festi le a bűnt, hogy az egy milyen jó sztori, hogy az a kisbevállalással milyen pénzeket lehet keresni, és így nem hívja az ember direktbe, de amit elmond, az valahogy fölkelti a másik érdeklődését, pláne hogyha hajlik is arra az embernek a szíve, és én nekem hajlott rá a szívem. És egy családi veszekedést követően én összepakoltam, és a nagy táskámba, és azt mondtam, hogy én az életemben soha többet nem fogok hazamenni. És akkor voltam 16 éves. Hát 3 nap múlva hazamentem, táska nélkül, csapzottan, életem első betörésével a hátam mögött. Szeretni könnyebb lenne, nekünk szállna, amit a lett kell, te jó lenne. De jó lenne, jónak lenni, egymás kezét megkeresni. Órakor nagy színpadon ünnepi szentmisét mutat be dr. Németh László Verbita, a belgrádi főegyházmegye metropolita érseke, ahol a Bicskei Akkordisz együttes fog zenei szolgálatot ellátni. Yeah.
ti ünnepetek az, hogy 300 éve tudatosan tudjátok tartani, vezetni, leírni, megőrizni közösségetek vonalát, életadó erejét, és ez az élethez még majd visszatérek egy kicsit később, és ehhez még azt is bebizonyítottátok, hogy képesek vagytok nagy áldozatokat hozni, és templomot is építeni. Tehát a templomépítés az mindig is annak a jele, hogy egy bizonyos közösségben meggyökereződött a hit, képes életre, és képes ezt az életet egy nagyon szép formában láthatóan megörökíteni. Ha nem tévedik, akkor a mottója ennek az egész ünnepsorozatnak az volt, hogy életük legyen és életük bőségben. És ez az életünk bőségben azt jelenti, hogy mindenki, aki itt van, akármilyen színű pólóban, vagy nadrágban, vagy ingben, és innit föntről nagyon jól látom a sokaságot, és örülök neki a színes jelenlétnek, mindenki meghívott, mindenki itt van. És ez csak a látszat. De mindenki meghívott, függetlenül, hogy milyen állapotban él. Nős, férj, feleség, elvált, akármilyen orientációval él, mindenki számára a katolikus egyház nyitva van. Nárdolt Verbita atyánknak az alapítója mondta, hogy ilyen a Szent Háromság egy Isten az emberek szívében és a mi szívünkben megvalósult az, ami a képviselőtestületben is beszélgetünk, hogy ez a gyönyörű jubileumot ünnepeljünk már májustól a mai napig, hogy mentünk át egy úton, amelynek a mai is nap koronája, amikor egész júniusban is különböző rendezvényeken, koncerteken tudtunk mélyülni a hitben, meghallgatni az atyákat, testvéreket. Minden jubileum az a lehetőséges mélyülésre. Ez a töltet, amit most az emberek kaptak ebben a pár napban, ami történt, megmarad, emlékezni fognak rá, és jövőre is ezért részt fognak venni ilyen programokban. Ami az idei programokat különössé, vagyis fontossá tette, ezek a két nagy évforduló, 300 évvel ezelőtt alakult meg az egyházközség, 250 évvel ezelőtt szentelték fel a most is álló Szent Háromság templomot, tehát ez akárhogy vesszük,
ez mégiscsak egy történelem. Az Istennek nincsen szüksége a tekintetemre, hogy olvasson a szemeimből, ugyan már. Egy másik szinten éli meg a kapcsolat. Én talán hazamegyek, a gyerek rossz fát tesz a tűz, azon nézi ide apára. Hát most már felnőttek, most már nem mondok ilyet, de régebben mondta. És akkor, ha oda nézett, tudtam, hogy ha egyáltalán nem nézett, tudtam, hogy ő a húgyó. De az Istennek nincsen szüksége ilyen irányú megkeresésre. Azt mondja a Biblia, hogy ismert bennünket egy másik szinten, mint ahogyan mi ismerjük egymást. Ahogyan nekünk vannak információink egymásról a Facebookról, vagy hallunk ezt, azt, vagy van. Az Isten egy másik ismeretről beszél. Azt mondja, hogy már az anyánk méhétől fogva, sőt annak előtte. Örök időktől ismer engem, és örök időkig ismer engem. Olyan szinten, és annyira nem felszínesen, hogy így fogalmaz a Biblia, annyira konkrét az ismerete rólam, hogy még a haj szálaim számát is pontosan tudja. Minden is éltem ő már akkor szeretett. Azért, mert ilyen az én Istenem, a magam feje után mentem, de neki kellettem. Azért, mert ilyen az én Istenem, ő tudja, mi a helyzet nálam. Számon tartja minden. Yeah.
Az én Istenem!